a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógus képző karon, a Művészeti Intézet, Énekzene Tanszék és Művészeti, Művészetpedagógiai és Művészetközvetítő Szakkollégium szervezésében valósult meg a Zenei Évfordulók Új Zenepedagógiai Kutatások című 24. Nemzetközi Zenei Konferencia. Idén több neves évfordulóhoz kapcsolódott az esemény. Összefonódott a polgári iskolai tanárképzés fennállásának 150. az énekzene tanszék megalakulásának 95. valamint a tanszék alapítójának dr. Szegi Endre születésének 125. évfordulója ezen alkalom kapcsán. A kétnapos ünnepségen zenepedagógiai kutatásokról, évfordulós zeneszerzőkről és zeneterápiáról szóló előadások zajlottak, valamint hangversenyek is helyet kaptak a rendezvényen. 2001 óta hívtunk meg külföldi vendégeket, eddig 12 országból érkeztek vendégek. Na most ez egy baráti kapcsolattá is alakult, úgyhogy gyakorlatilag meghívás alapján jöttek ezek a vendégek, meghívás alapján jött Freiburgból a Martin Heidegger, vagy a Brünnøi Masaryk Egyetemről Judita Kucserova, vagy Andrei Muzil, azután a következő egyetemekről, a Selye János Egyetemről például dr. Csehi Ágota, ő is többször járt nálunk, a kolozsvári Babesbolyai Egyetemről dr. Kóka Gabriella, Péter Éva és Fekete Miklós, és a Zürichből is van egy vendégünk, Marosvári Dorottya, aki a Zürichi Zeneiskola tanára. Mindenképp azt a célt tűztük ki, hogy a hallgatóinknak az érdeklődését felkeltsük a tudományos kutatások iránt, tehát abban különbözik ez más konferenciáktól, ahol csak a kutatók gyűlnek össze, hogy elsősorban a hallgatók látókörét, érdeklődését szeretnénk bővíteni, tehát minden hallgató, amikor mondjuk énekzene órája van, akkor itt van a konferencián. Délután fogunk tartani egy kerekasztal beszélgetést, amely tulajdonképpen a Szegi Endre művészete mellett a tanszék 95 éves évfordulóját igyekszik feldolgozni. Meghívtunk olyan kollégákat, mint például Ordasi Péter, aki évekig itt tanított, a jelenlegi tanszékvezető dr. Asztalos Andrea, vagy dr. Macelka Noémi, aki nagyon sokáig volt tanszékvezető, vagy dr. Varjasi Gyula, szintén tanszékvezető volt sokáig. Minden időszakban történtek olyan változások, amelyet nagyon jó, hogyha a mai hallgatók is meghallgatnak és tudomásul vesznek. A zenei konferencia második estéjén rangos hangversenyre került sor a Szegedi Tudományegyetem rektori épületének dísztermében, amelyet a konferencia fővédnöke és egyben a kar dékánja, dr. Döbör András nyitott meg. Azt gondolom, hogy az elmúlt két nap konferenciás bizonyított és konferencia előadásai bizonyították, hogy az előadók, akik egyrészt a kar, az intézmény részéről szerepeltek a konferencián, és a nagyon széles nemzetközi kapcsolatoknak köszönhetően a különböző partner és társintézményekből érkeztek Szegedre. Mind megmutatták ezt a tudományos potenciált és ezt a gyakorlatorientált szemléletet, és azt gondolom, hogy ahogy ez minden évben lenni szokott ezen a konferencián, hogy az elméleti előadások után végén mindig itt vagyunk az aulában, és gyönyörködhetünk a muzsika hangjaiban, mondjuk úgy, hogy gyakorlati megvalósulásában mindannak, amiről eddig elméletben akár beszéltünk a korábbi elméleti előadásokon, koncertek, konferencia előadásokon. Szellem jár, a rír kiszöver szúr szavús.